VASZILKOVSZKIJ, Bilik nemesítése, Ukrajna. Egy kicsit elkéstem már a filmezéssel vele, mert szegényke már bemazsolásodott. Kellemes muskotája van neki. Mivel már egy kicsit mazsolás, úgy mondom, hogy a héját ugye kell egy kicsit rákcsálni, nem túl durván, de érezni, hát ugye már szegényke kiszáradt, majdnem. De finom muskotája neki, olyan jó mágiban benne. Az egyik szemet ettem rá és haraptam, azt hittem, hogy micsoda óriási mág. De utána ettem, nem zavaró. Úgyhogy finom végül is. Majd megpróbálom meg egy szemet megtalálni, ami elég lédús, és akkor tudok jobban mondani. Nagyobb szemet megpróbáltam választani, hogy ugye milyen lehetett, mielőtt megasszalódott. Azt mondja 5,63. Nem rossz méret. Ilyen ízű. És olyan igazán borostyán sárga. Nem sima sárga szín. Olyan ügyes voltam vágáskor, hogy a másik fele sajnos leesett a homokra. Szomorú vagyok. Nem tudok megenni. Olyan kettő. Nagy mag van benne. De igazából nem annyira zavaró. Csak látszik nagynak szerintem. Lédús volt, ez biztos. Hogy roppanós-e, nem tudom, mert most asszalva van kicsit. Fincsi muskotá, pedig én nem vagyok muskotályos. VASZILKOVSZKIJ. Nagyon jó. Nem zavaró a mág egyáltalán. Lemegy.